Na hát üdvözlök mindenkit! Szeretnék beszámolni erről a Sport és Politika című konferenciáról, ahol a Mi Hazánk Mozgalom egyedüli magyarországi pártként vett részt, hiszen mi fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar sportolók ne szoruljanak ki a saját nemzeti bajnokságaikból, és olyan kvótarendszert hozzunk létre, hogy a magyarság létszáma, a magyar sportolók létszáma mindenképpen eléri az 50%-ot minden csapatsportágunkban. Különösképpen az összes többi sportágtól külön kezelendő labdarúgásból van, hiszen mondhatjuk a mai világunkban, hogy a foci az egyetlen olyan emberi tevékenység, amelyik olyan érzelmek kinyilvánításra készteti az emberek millióit, százezreit és élőben sok ezer embert, amelyik mindenképpen külön kezelendő. Majd bemutatjuk, de ilyen érdekes témák voltak a konferencián. Csak egy párat hadd olvassak föl. Például a Barát Katalin: nincsenek már mieink. Futball és globalizáció történet magyar akcentussal. Illetve a másik érdekes téma volt a futball és antiszemitizmus Magyarországon. Tehát tényleg itt a globalizmust, ugye egyre nagyobb szerepet tör a nemzetközi sportban is. Elfelejtettem mondani, de majd bemutatjuk, hogy most a Közép-Európai Egyetemen vagyunk, a CEUN, amely valóságban ezek szerint létezik, tehát nem kerül teljes mértékben elüldözésre, ahogy azt próbálták esetleg beállítani mások, tehát létezik. Ők szervezték ezt a konferenciát, és mi mindenképpen szeretnénk minél szélesebb néprétegekkel, illetve a konferencián a szakemberekkel is tudatni azt, hogy a Mi Hazánk Mozgalom fellép amellett, hogy a hagyományaink és a magyar sportolók ugye megfelelő szerepet kapjanak a csapatsportágjainkban. Ha nincs több kérdés, akkor azt javaslom, hogy akkor menjünk végig az összes első és második paneles részlevőt, és mindenképp... Ja, még van egy. Szeretnék kérdés, illetve hozzászólást szeretnék tenni. Jó, magam Nagy Attila vagyok, a Mi Hazánk Mozgalom sportkabinetjének vezetője, és nagyon érdeklődéssel láttuk ezt a témát, a sport és politika. Úgyhogy szeretném azt elmondani itt a globalizáció kapcsán, hogy a Mi Hazánk Mozgalom úgy tűnik az egyetlen, amelyik szeretné, hogy ennek a globalizációnak valamilyen szintű megállítását megtegyük a magyar csapatsportokban, hiszen bizonyára jól tudják, hogy mértéktelen, tehát főleg a labdarúgásban nincs korlátja annak a külföldi beáramlásnak, zömmel Afrikából, illetve Európában, Unión kívül országokból nincs korlátja. Ezért lehetett az meg például, hogy tavaly előtt ugye az Újpest csapata a kupadöntőben jutva 11 külföldivel, külföldi edzővel és külföldi tulajdonossal állt föl. Ez egy olyan súlyos problémának érezzük, és szeretnénk, hogyha ennek korlátait állítaná a magyar törvényhozás. Szeretném pozitív példaként említeni például, hogy román sportminiszter Novák Eduard saját hatáskörben intézkedett arról, hogy minden román csapatsportágban 40%-nyi románnak kell pályára lépnie, és ezt igyekszenek is tartani. Ez nemrég egy-két hónapja került bevezetésre Romániában. Ugye ez teljesen a nemzeti önbecsülésünk teljes feladásaként értékeljük azt, amikor azt mondják bizonyos sportvezetők, hogy külföldi sportolók mértéktelen beáramlása nélkül nem oldható meg a magyar sportág eredményessége, illetve érzünk egy olyan szintű globalista előkészítést is az idegenek bevándorlására, hiszen hogyha egy népszerű sportágban a játékos, ugye külföldről származó fekete bőrű játékos, akkor természetesen a szurkolók is ugye jobban elfogadják azt, ha esetleg a szomszédjukba is költözik egy ilyen család, illetve a Fradinak ugye a legmagyarabb, érdekes volt az előadás, amit az előbb hallottunk, tehát ugye úgy lépett pályára a BL szakasz első körébe, hogy csak a kapus volt magyar, tehát lényegesen kevésebb magyar játékos volt a Fradiban, mint a hány színes bőrű, úgyhogy szeretnénk ezt a problémát fölvetni, és olyan szintre vinni, hogy legalább az megvalósulhasson, ami Romániában van, és még egyszer köszönöm, és érdeklődéssel hallgatom tovább a
az előadás. Ezt csak hagyd tegyek annyi megjegyzést, hogy a 30-as években is követelték Romániában, hogy szorítsák ki a külföldieket, és az elsődleges cél az a magyar játékosoknak a kiszorítása volt a román válogatottban. Félreértett, nem kiszorításról van szó, jó. A mi esetünkben is 50%-nyi magyar, tehát jöjjenek, látjuk őket szívesen, csak nem mértéktelenül, és ez egy óriási különbség. Akkor kérném szépen a résztvevőket, tehát a 6 panelistát, hogy mindenki válaszoljon azokra a kérdésekre, amire azt gondolja, hogy szeretne válaszolni, és mindenkinek olyan körülbelül 3 perce van.